Na hát mennyire hiszel a szerencsében, mert hogy azért az is kell ahhoz, hogy ott legyetek a világbajnokságon, mert hogy Montenegrónak kétszer veszíteni kell nektek, pedig kétszer nyernetek el az utolsó két VB-selejtezőn. Lehetetlen nem létezik, mindig van esély, úgyhogy bízunk benne, hogy Montenegró kikap kétszer, de még egyszer mondom, tehát nekünk nem kell Montenegróval foglalkozunk, csak a saját játékunkkal és azzal, hogy mind a két mérkőzést megnyerjük, úgyhogy nem úgy kell neki mennünk, hogy rajtunk hatalmas teher van, tényleg mindent meg fogunk tenni a pályán, és tiszta lelkiismerete fogunk lejönni, bármi történjék. Igen, hát ez a legnagyobb probléma, hogy hiába nyernénk meg mindkét mérkőzést, ugye az sem biztos, hogy elég, viszont amíg matematikai esély van, addig úgy kell pályára lépni, hogy ki fogunk jutni, és mindent meg fogunk tenni. Ugye az első meccs a Litvániában lesz, ami egy nagyon kemény mérkőzés lesz, ugye azt mindenki tudja, hogy a litván kosárlabda az egy nagyon erős kosárlabda nemzet, úgyhogy elsőre csak erre a mérkőzésre fókuszálunk, és megpróbáljuk a bravúrt elérni, hogy győzzünk. Ugye augusztusban játszottunk ellenük még az első körben, ott azért játszottak az NBA játékosok is, illetve az Euroligás játékosok, és úgy gondolom, hogy ott is gyakorlatilag az utolsó percekig versenyben voltunk azért, hogy megnyerjük a mérkőzést. Nyilván ez egy brutálisan erős csapat volt. Úgy gondolom, hogy mindenféleképpen lehet esélyünk nyerni. Nyilván litvánok ugye már kijutottak, de attól függetlenül most azok a játékosok, akik mondjuk nem jutottak szóhoz az EB-n, illetve az eddigi selejtezős, az előző selejtező körben, gondolok itt az augusztusira, biztos, hogy nagy bizonyítási vágy van bennük is, úgyhogy egy nagyon kemény mérkőzésre számítok, tehát biztos, hogy nem fogják félváról venni a mérkőzést. Mi fel fogunk belőlük készülni maximálisan, most is ezen dolgozunk, már meg is kezdtük a videóelemzéseket, úgyhogy mindenféleképpen felkészülünk belőlük, és nekik fogunk menni, bármi történjék. Hát mindenképpen egy okos, szervezett játékra lesz szükség, védekezésben nagyon figyelni kell, nagyon jól dobják ugye a hárompontosokat, illetve nagyon magas fizikális csapat, úgyhogy a támadó lepattanókra oda kell figyelni, illetve támadásban okosan meg kell találni a helyzeteket, és hát egy jó százalékkal kell majd dobni. Hát igazából, ami mindig is szokott tenni, tehát hogy mindenki megtegyen mindent, mindenki tudja a saját dolgát, és maximális koncentráció, ugye ezt láthattuk is az Európa-bajnokságon, hogy az ilyen mérkőzéseken 40 percig kell koncentrálni, tehát itt kiereszt az ember 2 percre, ott már gyakorlatilag az ellenfél meg tud folytani abban a 2 percben, úgyhogy maximális koncentráció, és igazából nem kell semmit másképp csinálnunk, mindenki tudja a feladatát, és ugyanazt csinálunk, amit eddig. Nyilván jobban kell koncentrálnunk a kizárásokra, hogy leszedjük a védőlepattanókat, ugye, mert sok helyzetben magasabbak nálunk az ellenfelek, úgyhogy ezekre kell koncentrálni, és ugyanúgy csinálni a dolgainkat, mint eddig. Ugye azt már említettem, hogy a litvánoknál lesznek hiányzók, de hát sajnos nálunk is, hiszen Hangárdám nincs itt, Roszkárdám nincs itt, és sajnos a Vojvoda Dávidot is elveszítette a válogatott. Ez hogy csapódik le a válogatottnál? Hát úgy gondolom, hogy abszolút fel vagyunk erre készülve, hiszen Ádám és Roszkó ellen nélkül is játszottunk már mérkőzés, sőt volt olyan, hogy Vojvoda Dávid például ő is kihagyott egy-két válogatott mérkőzést, és úgy játszottunk. Itt igazából mi úgy vagyunk felkészítve, hogy tényleg mindenkinek megvan a saját feladata a pályán, és azt végre kell hajtani, és ezt végrehajtjuk, akkor nem lehet gond. Tehát mi erre fel vagyunk készülve. Bárki is kiesik, mindig tudjuk valakivel pótolni. Nyilván nehéz egy Hanga Ádámot, Roszkó ellent és Vojvoda Dávidot pótolni, de megvannak tényleg tényleg az ilyen játékokban, vagy sakjátékokban mindenki megvan a feladata, mindenkinek megvan, hogy hova kell állnia, úgyhogy csináljuk a dolgunkat, és fel vagyunk tényleg erre készülve, hogy nem játszanak. Hát majd a meccsen kiderül, most egyelőre ugye itt edzéseken ezt annyira nem lehet érezni, de az biztos, hogy ők nagyon fognak hiányozni, hiszen mind a hárman meghatározó játékosai a válogatottnak. Ugye az AD-t hát megszoktuk, hogy sajnos ugye nem tud eljönni, csak nyáron. A Roszkó ugye Japánból nem tudott most hazautazni, illetve a Voja, aki szerintem nem is volt olyan meccs, amikor hiányzott volna, amióta én itt fenn vagyok. Úgyhogy biztos, hogy hiányozni fognak, de ugyanúgy fogunk küzdeni, mint hogyha itt lennének velünk. Ugye Vojvoda Dávid itt van veletek az edzőtáborban. Mennyit jelent az, hogy egy ilyen vezéregyénység itt van veletek azért a felkészülések alatt, még a pályára nem is lépett?
sokat jelent, mert edzéseken ugye ugyanúgy beáll, és játszik velünk, illetve tanácsokat ad, igyekszik motiválni minket, biztatni, úgyhogy örülünk, hogy itt van.